A párizsi Diadalívnél gyülekeztek a sárga mellényesek szombaton, hogy megkezdjék sorrendben 17. hétvégi tiltakozásukat a francia kormány gazdaságpolitikájával szemben, ami a gazdagoknak kedvez. A menet végighaladt a Champs-Élysées-en a Luxemburg kert felé, a tömeget ezúttal nők vezették a nemzetközi nőnap másnapján, és főként a nők jogait követelő jelszavakat skandáltak. Egyikük azt mondta, a nők jogai nélkül nincs demokrácia, és demokrácia sem létezhet női jogok nélkül. Nélkülözhetetlenek vagyunk a társadalom megfelelő működéséhez. Lásd az olyan szakmákat, mint például a nővér, az ápoló, gondozó, ahol elvétve dolgozik csak férfi. Negyedik hónapjába lépett a sárga mellényes mozgalom Franciaországban. Tavaly novemberben először az üzemanyagadó emelése miatt vonultak az utcákra. A tüntetők létszáma változó, a múlt héten országszerte 40 ezeren, ebből Párizsban 4 ezeren tiltakoztak a belügyminisztérium adatai szerint. A mostani demonstráció méretéről még nem érkeztek becslések. Akadt olyan hétvég, amikor elszabadultak az indulatok, a tüntetők egy-egy csoportja összecsapott a rendőrökkel, autókat, kirakatokat, épületeket rongáltak meg. A most szombati tüntetés viszont eddig atrocitások nélkül békésen zajlik.